és nevesíteni őket, ez valóban egy olyan fejlődés kell felmutatni, egy olyan fejlődésen kell keresztül menniük, hogy az ott élő embereknek az esélyük, a jövőbeli hitük és az a lelki trauma, ami tulajdonképpen érte őket, ez ne maradjon tartósan annyira mélyen a lelkükben, hanem azzal, hogy valóban a saját településük egyre szebb lesz, egyre vonzóbb lesz, és ezáltal egyre látogatottabb lesz, enyhíteni azt a lelki terhet, amely az életük végéig végig fogja kísérni őket. Én még egyszer arra kérem parlament minden frakcióját, minden képviselőjét, hogy lehetőleg ezt a döntést minél gyorsabban hozzuk meg, hisz maga a 2007-13 Európai Uniós forrásoknak a döntő többsége is ugye az elmúlt időszakban már lekötésre került, és ahhoz, hogy valóban tudjanak pályázni, és érdembe tudjanak pályázni, és adott esetben az önerőt is oly mértékbe kelljen csak hozzárakni, amely az elviselhetőség határát és pénzügyi lehetőségeit ki tudja biztosítani ezek a települések, ahhoz valóban hozzá tudjanak jutni a pályázati forráshoz, és valóban a katasztrófa állapotához képest, előtte lévő állapothoz képest időben is egy 5 évet előre tudjanak ugrani. Én még egyszer köszönöm minden képviselőtársamnak, és minden olyan képviselőtársamnak, akikkel rendszeresen, vagy alkalmattán, de Kolontáron, Devecserbe, vagy az adott térségbe volt alkalmunk, lehetőségünk találkozni, és volt lehetőségünk azon meditálni, hogy ezeken a településeken hogy tudunk segíteni. Köszönöm még egyszer a figyelmüket, és bízom benne, hogy a parlament a döntését nagyon gyorsan meg fogja hozni. Köszönöm szépen, képviselő úr. Megkérdezem, a kormány nevében kíván-e valaki felszólalni? Igen, Ágyán József államtitkár úr, parancsolja. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt háztitkár, képviselő úr. Mindenekelőtt szeretném leszögezni, hogy a kormány egyhangulag egyetértéssel támogatja a képviselői önálló indítványt. Egyetértünk ezzel a kezdeményezéssel. Engedjék meg, hogy néhány mondatot ebből a kormányzati álláspontból azért itt is ismertessek. A kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszerét meghatározó 67/2007 számú országgyűlési határozat komplex mutatórendszere valójában nem érzékeli a hirtelen bekövetkező negatív változásokat, a természeti és civilizációs katasztrófák okozta súlyos helyzetet, ezért szükséges és indokolt is a természeti és civilizációs katasztrófa sújtotta térségek és települések fogalmának bevezetés, a leghátrányosabb kistérségekkel azonos elbírálásban részesítése. A tervezet egy példa nélküli katasztrófa okán kialakult helyzet megoldását szolgálja. A szabályozás végső célja a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007 számú kormányrendelet módosítása. A szabályozással lehetővé válik, hogy Devecser kistérsége a vörösiszap katasztrófa miatt támogatáspolitikai szempontból minősüljön leghátrányosabb helyzetű kistérségnek. Azt hiszem, hogy ez a néhány kormányzati álláspontot tükröző mondat is világossá teszi, hogy miért szükséges, független attól, hogy milyen katasztrófa történt, egy ilyen esetre hogy fölkészüljünk. Általánosan is érdemes ezt definiálnunk, és ebben az esetben az a térség, amelyet sajnálatos módon nem zárhatjuk ki, hogy máshol is történhet ilyen katasztrófa, ez a térség a leghátrányosabb helyzetű térségek kategóriájába kerüljön. Ennek teremti meg a jogi alapját, a hátterét ez a módosító indítvány, tehát a kormány messzemenően támogatja ennek a módosító indítványnak az elfogadását, és kérjük képviselőtársainkat szintén támogassák ezt az indítványt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Most az Önkormányzati és Területfejlesztési Bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor. A napirendi ajánlás szerint 5 perces időkeretben megadom a szót Szedlák Attila képviselő úrnak, a bizottság előadójának. Parancsoljon, képviselő úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! A bizottság 2011. május 16-ai ülésén megtárgyalta a területfejlesztési támogatásokról és a decentralizáció elveiről a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről szóló 67/2007-es országgyűlési határozat módosításáról szóló javaslatot. Magyarország eddigi legnagyobb ipari katasztrófája történt 2010. október 4-én 12 óra 30 perckor a Magyar Alumínium ZRT területén, amikor az iszaptároló 10-es kazettájának nyugati gátja átszakadt.
A gátszakadás következtében több mint 1,5 millió köbméter vörösiszap és lúgos víz elegye a tornapatakon keresztül elöntötte Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely települések mélyebben fekvő részeit. Az iszapár óriási pusztításokat és veszteségeket okozott. 10 ember életét vesztette, 286 egészségügyi ellátásra szorult, közülük 120-an kórházba kerültek. A mezőgazdasági területek elöntése megközelíti az 1000 hektárt. A kár tönkretette a tornapatak szinte teljes vízrendszerét, illetve a Marcal folyó jelentős részének élővilágát. A katasztrófa következtében, ahogy képviselő úr is jelezte, több mint 300 ház került lebontásra, ez összesen 321 családot érintett. A javaslat a kedvezményezett térségek kiterjesztését kezdeményezi a természeti és civilizációs katasztrófa sújtotta térségek, települések számára. Így lehetővé válik, hogy Devecser kistérsége is leghátrányosabb helyzetű térségnek minősüljön. Mindezek ismeretében az Önkormányzati és Területfejlesztési Bizottság a javaslat általános vitára bocsátását 24 igen szavazattal, azaz egyhangulag támogatta. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most az írásban előre jelentkezett képviselőknek adok szót 15-15 perces időkeretben. Elsőnek megadom a szót Szedlák Attila képviselő úrnak. Nem. Nincs képviselő úr. Kepri Lajos képviselő úr következik rendes felszólalásra. Jobbik képviselőcsoportból parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Látszik, ez most már így lesz a Jobbik képviselőcsoportban, hogyha a kolontári vörösiszap katasztrófához kapcsolódó javaslat van a ház előtt, akkor én vagyok ennek a kijelölt szószólója, amit nagyon szívesen vállalok, hiszen Veszprém megyei országgyűlési képviselőként nyilván nekem is a szívügyem az, hogy mielőbb helyreálljon a térség, és nem hogy a korábbi fejlettségi szinten, de egy annál jóval lendületesebb régió alakuljon ki Kolontár-Devecser környékén. Ugye legutóbb egy önálló kistérségé vált ez a terület, így ez a lehetőség már adott, azt is támogattuk, és hát természetesen ezt is támogatni fogjuk, ezt a javaslatot is, mint ahogy minden olyan javaslatot támogatunk, ami a térség helyreállításához és minél gyorsabb regenerálódásához szolgál. Igazából hosszan nem is szeretném taglalni ezt a javaslatot. Megint csak visszatérnék egy pár mondat erejéig az előző ponthoz. Az a kicsi ellentmondás, amit én látok, egyrészt decentralizáció, másrészt pedig központosítás, és a kettő ütközik. És az előbb a zárszóban Ángyán államtitkár úr elmondta, hogy miért van például a környezetvédelmi bírságoknak és a központosítására szükség, de továbbra is fenntartom azt a véleményemet, hogy ha azért soroljuk egy rendkívül hátrányos kistérség kategóriába a területet, mert hogy egy leghátrányosabb helyzetű kistérségnek minősíthető azáltal, hogy ott egy civilizációs vagy természeti katasztrófa történt, és mindezt azért, hogy nagyobb összegű támogatásokhoz lehessen így hozzáférni, és minél jobban, nagyobb eséllyel lehessen a különböző uniós és hazai forrásokat oda átcsoportosítani, akkor ami már eleve ott van, azt is próbáljuk meg ott tartani, és ne egy központi bevétel és újraleosztás során, hanem ha lehet, akkor a lehető legkisebb közigazgatási költséggel próbáljuk meg helyben tartani, és abban valóban egyetértünk, hogy ha már befolyik a központi költségvetésbe, akkor viszont olyan szabályozókat kell mindenképpen kitalálnunk, hogy ez visszakerüljön és ténylegesen arra a célra fordítódjon. Visszatérek erre a javaslatra, ugyanis ezzel kapcsolatban pedig az a véleményem, hogy a kormány, én úgy gondolom, hogy más módon is tudta volna talán még hatékonyabban segíteni a helyi vállalkozások, ugyan erről is szó volt, Ékes képviselő úr beszélt róla, hogy igen rossz helyzetben vannak a helyi vállalkozások. Én azt tapasztaltam, hogy nem lettek megfelelő mértékben, elég nagy mértékben bevonva a helyi vállalkozások az ottani újjáépítésben és rekreációban, tehát a területnek a kármentesítésében és a mostani újjáépítésben, illetve a jövőben
megvalósuló fejlesztésekbe. Én a múltkor már elmondtam egy példát, ami szintén Veszprém megyei példa volt, és már ugyan jó régi, a 80-as években volt ugye a belhidai földrengés, ami után az újjáépítésben azok a hírek járják, hogy minden építőanyagot ugye helyi tűzépen keresztül szereztek be, hogy ezzel is ösztönözzék, vagy kicsit felpörgessék ott helyben a dolgokat, bár ugye nyilván akkor még nem piacgazdasági körülmények voltak, hiszen ez a 80-as évek közepén volt, de példának mindenképpen jó arra vonatkozóan, hogyha a katasztrófa utáni újjáépítést minél intenzívebben a helyi emberekre, helyi vállalkozókra építve képzeljük el, akkor már kevesebb segítséget kell, kevesebb külső támogatást és uniós segélyt igénybe venni, hiszen ha munkalehetőség van, hogyha pörögnek a vállalkozások, és elkezd dinamikusan fejlődni a régió, akkor én azt gondolom, hogy van annyi potenciál ott abban a térségben, hogy ez magától talpra tud állni, és egy olyan régióvá válni, ami akár egy minta régiója is lehet Magyarországnak, egy példaértékű régió, hogy egy ilyen súlyú katasztrófa után hogyan lehet helyreállni, és hogyan lehet megmutatni, hogy bizony nem szabad feladni, hanem küzdeni kell és tenni kell, és akkor minden megvalósítható. Voltak különböző elképzelések, már itt az energiaültetvényektől elkezdve sok minden más lehetett hallani, hogy hogyan lehetne felpörgetni és helyrehozni az ott elszenvedett események után a területet. Ezek közül van, amit mi jónak tartunk, és én személy szerint is van, amit jónak tartok, van, amit kevésbé, de mindenképpen jó, hogy vannak ötletek és vannak elképzelések, és én azt gondolom, hogy mindenképpen jót tesz a területnek az, hogy a parlament ilyen sokat foglalkozik vele még fél évvel, több mint fél évvel a katasztrófa bekövetkezése után is, és ezúton is szeretném megköszönni többek között Ékes József képviselőtársamnak és Ferenci Gábor képviselőtársamnak is, azok közül, akik jelen vannak a Vörösiszap katasztrófa vizsgálóbizottságban végzett munkájukat, ugyanis ez a bizottság szintén azt a célt szolgálja, hogy ne kerüljön le a téma a napirendről, addig, amíg a felelősök megnevezésre nem kerülnek, és az okok kiderítésre nem kerülnek, addig folyamatosan foglalkozzon a témával a parlament, és végre valóban úgy záruljon egy ilyen súlyos esemény után a történet, hogy megvannak a felelősök, elnyerték méltó büntetésüket, és az emberek valóban elégedettek azzal az életminőséggel, amit nyilván egyrészt már soha nem pótolható értékeik elvesztése árán kaptak. Pláne azokról beszélünk, ugye, akik családtagjaikat, szeretteiket veszítették el, soha nem lehet pótolni semmilyen anyagi feltételekkel, de a tragikus körülmények ellenére mégis azt mondhassák az ott élő emberek, hogy legalább egy amennyire lehetett visszakapták azokat az életfeltételeket, és újra tudnak élni, újra tudnak dolgozni, és egy olyan régióba laknak, ahonnan nem elköltözni akarnak az emberek, hanem ahová visszaáramlani fog a népesség, és majd szeretnének egyszer ott élni. Összefoglalva, tehát ezért támogatjuk ennek a javaslatnak az elfogadását. A elhangzott kritikai észrevételek pedig a jövőre vonatkozóan akár jobbító szándékú elképzeléseknek is felfoghatók. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most 2 perces hozzászólások következnek. Elsőnek Gúr Nándor képviselő úrnak adok szót. Parancsoljon, képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Értem Ékes József képviselőtársam által elmondottakat, sőt, nem csak, hogy értem, meg is értem. Egyszerűen azért, mert hasonló helyzettel néztünk szembe mi is a Bódva völgyében, amikor nem a Vörösiszap, hanem a víz jött, de hát sajnos az is elég nagy károkat okozott. Éppen ezért teljesen logikusnak tartom azt a kezdeményezést, amit képviselőtársam a parlament falai közé benyújtott, és amit a kormány támogat. Azt gondolom, hogy fontos, de arra is érdemes figyelni, hogy úgy történjen meg mindez, hogy valójában a felzárkózás lehetőségét, a megújulás lehetőségét biztosítva, azokat nem háttérbe szorítva, akik egyébként alaphelyzetből is, mondjuk a leghátrányosabb helyzetű térségben élve az életüket, és ilyen civilizációs katasztrófákat szenvedtek el.
Ezt a mondatot azért mondtam, mert ma is vannak még olyan helyzetek, államtitkár úr, beszéltünk személyesen is róla egyszer, hogy még az árvíz okozta károkból fakadó költségeknek, helyreállítási költségeknek a megfinanszírozása a kormány részéről nem történt meg. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy igen, nagyon fontosnak tartom, támogatom a magam részéről a történetet, de érdemes lenne odafigyelni azon leghátrányosabb helyzetű térségekre, Debrecenen kívül is, akik elszenvedték ezeket a fajta vagy hasonló típusú katasztrófákat, és egy év kevés volt ahhoz, hogy a helyreállítás költségeit a kormány megfinanszírozza. Köszönöm szépen még egyszer, megtisztelő figyelmet. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most Ferenci Gábor képviselő úr. Adok szót, kétperces hozzászólás a Jobbik képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, a térség jobbikos országgyűlési képviselőjeként éreztem készítés, hogy én is felszólaljak. Ékes József, Lasztovica Jenő és Kovács Zoltán képviselőtársaink javaslata kapcsán, melyet jobbikos képviselőtársam Kepi Lajos elmondása után szeretném megerősíteni, hogy támogatni fogunk, viszont egy-két fontos körülményre szeretném felhívni a figyelmet. Nagyon bízom abban, hogy a többlet források elköltésénél figyelembe fogják venni a lakosság érdekeit, meghallgatásra találnak végre a lakosság panaszai, ugyanis sajnos az elmúlt időszakban volt egy olyan bizottsági ülésünk, ahol a helyi civil szervezetek nem szólalhattak fel az előzetesen beharangozottakkal ellentétben a bizottsági ülésen. Én ezt mindenképpen sérelmezem, és arra kérem önöket, arra kérem Ékes József képviselőtársamat is, hogy a jövőben erre biztosítsunk lehetőséget. Én azt gondolom, hogy a források elköltésénél mindenképpen fontos a helyiek bevonása. Én nem szeretném, hogyha a jövőben például olyan tervekről hallanánk, mint amire példa volt még márciusban, hogy bár a katasztrófa körülményei még nincsenek elhárítva, de egy roma kulturális központot terveztek akkor létrehozni Devecserben. Természetesen nem azzal van probléma, hogy egy újabb művelődési ház épüljön a településen, de valóban rangsorolni kellene a források felhasználását. A másik nagyon fontos dolog, hogy a pontos költségek elszámolására figyeljünk oda. 27 milliárd forint eddig ugye a katasztrófa elhárítás költsége. Sajnos nagyon úgy tűnik, hogy a MOL RT, amelyik eddig is a hasznot privatizálta, most is a katasztrófa költségeit államosítani szeretnék. Köszönöm szépen. Folytatjuk a rendes felszólalósokat. Szilágyi Péter képviselő következik az LMP képviselőcsoportból. Parancsoljon, képviselő. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Hogy az eddigi hasonló tárgyú javaslatokat, ezt a mostanit is támogatni fogjuk természetesen, és minden tiszteltem Ékes képviselőtársam, mert tényleg nagy erőfeszítéssel vetette magát bele abba a munkába, hogy a katasztrófa utáni helyzetet minél pozitívabb végkimenetet biztosítson ennek az egész történetnek, és a térségnek a fejlődését előmozdítsa. Kérem, hogy a most következő bizonyos szempontból kritikai megjegyzéseimet jó szándékúnak tekintse, és semmiképpen ne szűkmarkúságnak vagy szűkebbűségnek tekintse. Azonban én szeretnék két dologra rákérdezni, illetve felhívni a figyelmet. Egyrésztről kicsit tágabb kontextusba vizsgálva a kérdést, hogy itt kistérségekről van szó. A kistérséggel, mint intézménnyel mi maximálisan egyetértünk és támogatjuk azt, azonban én nem tudom, és egyelőre a kormány önkormányzati koncepciából még pontosan nem látjuk, hogy ennek mi lesz a jövője. Tehát bizonyos aggodalommal tekintünk akár a kolontári eset kapcsán is, hogy ennek van egy távolabbi kifutása ennek a történetnek. A másik, és itt utalnék arra, hogy nem szűkmarkúságból fogom ezt a megjegyzést mondani, de bizonyos szempontból méltánytalannak tartjuk azt, hogy a kistérségben a katasztrófa által közvetlenül érintett térségek kárára a katasztrófa által közvetlenül nem érintett települések is hát bizonyos szempontból profitálni fognak. Én azt szeretném kérni Ékes képviselőtársamat, hogy ezekre az észrevételekre, hogyha tud, akkor
legyen szíves reagálni, de alapvetően ezt a jó szándékú javaslatot minden további nélkül tudjuk támogatni. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most Pál Béla képviselő úr következik rendes felszólalással az MSZP képviselőcsoportból. Parancsoljon, képviselő. Köszönöm szót, elnök úr. Tisztelt államtitkár úr, tisztelt képviselőtársaim! A Magyar Szocialista Párt parlamenti frakciója támogatja ezt a törvényjavaslatot. Örömmel mondom ezt Veszprém és Veszprém megyei képviselőként, hiszen alapvető érdekünk az, hogy olyan módon valósuljon meg az újjáépítés, mint ahogy erről a törvényjavaslat egyik kezdeményezője Ékes József képviselőtársunk beszélt. Itt tehát teljes mértékben indokoltnak tartjuk azt, hogy a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszerét meghatározó országgyűlési határozat az kibővüljön a természet és civilizációs katasztrófa sújtotta térségek és települések fogalmának bevezetésével, és azzal, hogy a leghátrányosabb kistérségekkel azonos elbírálásban részesítse azokat, hiszen minden eszközt fel kell használnunk annak érdekében, hogy az élet éljen, újrainduljon, hogy jó legyen újra Devecserben és a térségben lakni. Ezúton is hadd köszönjem meg képviselőtársaimnak, akik tényleg nagyon sokat tettek azért, hogy a térségre felhívják a figyelmet, mindazoknak, akik az ország más részéről adakoztak, a saját lehetőségeikhez képest hozzájárultak ahhoz, hogy Veszprém megyének ez a katasztrófa sújtotta térsége mielőbb talpra állhasson, és természetesen mindazoknak, akik a különféle bizottság tagjaiként, vagy a munkájukat végző állampolgárként, de segítettek a katasztrófa okozta károk elhárításában. Két javaslatom hadd legyen a támogatás mellett, bizonyára az előterjesztő képviselőtársaim és államtitkár úr is ezt jó szívvel veszi. Az egyik az arra vonatkozik, hogy ha lehetőség van rá, mindenképpen javasolnám, hogy valamiféle kormányzati koordináció keretében vegyék sorra azokat a lehetőségeket, amelyeket a különféle tárcák tudnak ezen túl kínálni, arra vonatkozóan, hogy mindenki a szakterületének megfelelő eszközökkel, lehetőséggel segítse, ha kell az ottani vállalkozók, ha kell az ottani közintézmények munkáját, mert tényleg egy olyan esetről van szó, egy olyan természeti katasztrófáról, amely példanélkül és sajnálatos módon pont ezt a térséget érintette. Egy ilyenfajta koordinációval, de láttam képviselőtársam bologatott, lehet, hogy már kezdeményezte is ezt, ezzel mindenképpen jobb feltételek teremtődhetnek az ott élő emberek, a vállalkozások, vagy éppen a közszolgáltatást ellátó intézmények számára is, és lehetőleg persze kísérjék folyamatosan figyelemmel, hogy milyen újabb feladatok adódnak. A másik pedig az, amit már képviselőtársaim érintettek, hogy tudjuk, hogy rettenetesen nehéz egy katasztrófa elhárítás utána az újjáépítés, nagyon sokféle elégedettség és elégedetlenség is megfogalmazódik, hogy különös figyelemmel kell majd lenni arra, hogy minél több legyen az elégedett és minél kevesebb az elégedetlen ember, és hogy minél inkább átlátható legyen azoknak a lehetőségeknek, forrásoknak a felhasználása, amely e célból érkezett a térségbe. Annak érdekében, hogy ez a kis térség tényleg legyen az újjászületés és az összefogás szimbóluma, úgy, ahogy mi képviselők, és azt gondolom, hogy minden magyar ember szeretné. Végezetül még hadd tegyek hozzá annyit, hogy természetesen a sürgősséget is támogatjuk, mert nekünk is az a véleményünk, hogy gyorsan ad, aki, vagy kétszer ad, aki gyorsan ad, a késői óránál is tévesztettem a szólásmondást, és hogyha valahol, akkor ebben a térségben most mindenképpen szükség van erre. Köszönöm szépen, megtisztelő figyelmüket. Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem, képviselőtársaimat kíván-e még valaki felszólalni? Igen, két percre. Gúr Nándor képviselő úr, két szót. Parancsoljon, képviselő. Köszönöm, elnök úr. Nem lesz két perc se, csak egy mondatot szeretnék még a kormány figyelmébe ajánlani. Az pedig az, hogy a természet és a civilizációs katasztrófa helyzethez kapcsolódó kistérség vagy települési
szint megállapítása, azt hiszem a négyes melléklet, ha jól emlékszem a kormányrendeletben, az két vetületet hordoz magában. Az egyik a katasztrófával sújtott, a másik pedig a veszélyeztetett helyzetnek a fogalmát. A kettő nem ugyanaz, mert az egyik az arról szól, ugye, hogy bekövetkezett, a másik pedig arról szól, hogy veszélyeztetett különféle parametrizálás alapján. Jó lenne, hogyha ez kellően exakt lenne, mert nyilván az, a veszélyhelyzet és az ehhez illesztett parametrizálás, hogyha kell, ha nem kellően exakt, hanem szubjektív, akkor nagyon sok olyan kiterjesztő lehetőséget nyújt, ami gyakorlatilag mások elszenvedett kárainak a helyreállítási költségeit, a intenzifikálás lehetőségét szűkíti vagy szorítja sarokba. Úgyhogy még egyszer abszolút módon támogatólag, de itt a négyes melléklet tekintetében szeretném a kormány figyelmét ennél a parametrizálásnál felhívni. Köszönöm szépen figyelmüket! Megkérdezem Ékes József képviselő úr, kíván-e az előterjesztő képviseletében válaszolni az elhangzottakra? Nem. Igen, megadom a szót, parancsoljon képviselő. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, én először is nagyon köszönöm a pozitív hozzáállást és a pozitív értelembe vett olyan kritikát, amelyik építő jellegű, mert ez hasznára válik tulajdonképpen az országgyűlési határozatnak is. Szilágyi Péter képviselőtársam föltette a kérdést, hogy ugye 10 települést érintett, akkor miért a 27, mert általában ugye ez a törvény térségbe gondolkodik, és ha önmagában nézzük a 27 település katasztrófa előtti állapotát, már azon mutatók alapján is tulajdonképpen maga ez a térség alkalmas lenne arra, hogy ezt a besorolást megkaphassa, hisz magas munkanélküliség, kevés adózó vállalkozás, öregedő települések, infrastruktúra szempontjából nagyon hátrányos, hiányos infrastruktúra rendszerre bír maga a térség, tehát már így is lehetett volna egyébként, de maga önmagát a katasztrófa ez sajnos belesodorta, robbanásszerűen belesodorta ezt a térséget ebben a helyzetben. Én köszönöm a Veszprém megyei képviselőknek is, mert állandó kapcsolat meg értekezés volt képviselők között is, azt a hozzáállást, amellyel ugye sokszor ugyan kritikát fogalmaztak meg, de az is építő jellegű volt. És én bízom benne, ahogy Pál Béla is fogalmazott, és Ferenci Gábor képviselőtársam is, hogy a végén több lesz az elégedett ember. Mert nagyon jól tudjuk, hogy egy katasztrófánál az emberi viselkedés, a mentalitás, a pszichológiai állapot, az tulajdonképpen mire képes, milyen váratlan eseményekre, megfogalmazásokra is képes. És sok esetben én mindig úgy fogalmazom, hogy a magyar társadalom 99%-a, 99,9%-a is tisztességes, csak amikor a katasztrófa bekövetkezik, akkor ugye feltörnek olyan indulatok és olyan megfogalmazások, amit ha már rendeződnek a dolgok, akkor utána maga, aki esetleg úgy fogalmaz, ő is megbánja egyébként. Én bízom benne, hogy a Devecsel térségének a fejlesztése, rendberakása ezt a pozitív példát és eredményt fogja mutatni, és bízom benne, hogy Pál Béla képviselőtársam is mondta, mi is gondolkodunk azon, hogy legyen egy kormány, vagy tárcák közi megbízott személy, aki koordinálja a tárcák közötti azon rendszert, amelyel valóban egy kiemelkedő mintatérséget lehet létrehozni. És hiszen az állampolgárok is tudják, hogy egy-egy településen mi hiányzik. Ugye ott van Somlóvásárhely, 105%-on működő iskola, 1836-ban épült maga az iskola. Az Illemhely kívül van, ugye a gyerekeknek ki kell menni, vízminőségjavító berendezésnek, csatornázás. Tehát ezek azok a dolgok, ami a településeket önmagában ugye elsődlegesen érinti, kutak rendezésre, csatornázások után. De ahhoz, hogy valóban ki is tudjanak törni, és munkahelyek is legyenek, ugye ez nagyobb léptékben is kell gondolkodni. Mit tudunk megragadni? Milyen adottságai vannak ennek a térségnek? Mit nyújt a sérült 1000 hektár, ugye energianövények, biomassa,
komposztálás, napkollektorok, napenergia, szélenergia, tehát lehetne sorolni mindazt, amivel adott esetben ezt a térséget olyan mértékű fejlesztési irányba lehet elmozdítani, amelyre rá tud épülni egy képzés, egy oktatás, és talán itt jegyezném meg az a, ahogy képviselőtársam fogalmazott, a cigány kulturális központ,